A következő percekben megismerkedhetnek egy igazi különlegességgel. Jól figyeljenek majd, mert ez az édesség akár hungarikummá is válhat. Egy csepp tisztató. Egy súlyom van a kezemben. Önök gondolnák, hogy ezt csoki töltelékként is lehet használni? Azonnal mutatjuk a lépéseket. A súlyom története több ezer évre nyúlik vissza. Már 3000 éves sírok feltárásánál is találtak a halottak mellett, ami azt jelzi, hogy az ember mindig ismerte és használta, valamint fogyasztotta is. Most egy újabb lehetőségét szeretnék bemutatni annak, mit lehet kihozni ebből a növényből. A tisztatóban, illetve olyan sekély mozgású vizekben, mint például a tisztató is, nagyon nagy mennyiségben elszaporodhat, kedveli a napfényt, a meleget, a 91 méter 20 centis vízmélységet, és ehhez a sekély, illetve a nagyon lassú folyást. Európa szerte maga a növény védett, vöröskönyves növény. Ez azt jelenti, hogy bizony más vidékeken, más országokban már kiveszőbe, kihalóba van, bár nálunk nagy mennyiségben megtalálható, de az Európai Uniós direktívák miatt nálunk is védetté lett nyilvánítva. Ugye adódhat a kérdés, hogy akkor hogy lehetséges, hogy mégis itt állunk egy nagy csomó leszületelt, leszedett sólyomtermés mellette, engedéllyel, a Természetvédelmi Hivatal külön engedélyével, kérésre, évente megújulva mindig kaphatunk gyűjtési, begyűjtési engedélyt. Ez mindig korlátozott, adott helyre és adott mennyiség leszedésére, begyűjtésére korlátozódik, illetve vonatkozik. Ez egy nagyon kellemes ízű, enyhén édeskés, gesztenyi és diós ízre hajaz, és nagyon-nagyon nagy a keményítő tartalma. Régen a nagyon szegény, nincstelen emberek gyűjtötték, hiszen földjük, egyébük nem volt, csak a munkaerejük, illetve a tudásuk, hogy ezt élelmiszer felhasználására vagy begyűjtésére lehet alkalmazni. Ezért gyűjtötték, kibontották ezt a termést, és a benne lévő magot, mikor megszáradt, liszté őrölték, és ebből a lisztből készítettek különböző, hát bodag jellegű kenyér vagy süteménynek is nevezhet, ételt, valamint ételek sűrítésére használták. Gondoljon bele, hogy volt egy csalánleves, vagy egy lapulevélleves, aminek azért jó ízét nem nagyon tudunk elképzelni, de egy súlyom habarással meg is lehetett kötni a leveit, illetve kellemes ízt lehetett varázsolni az adott ételnek. Nem az egész növényt használják. A szüretelés során az alácsüngő termést gyűjtik össze. A kezemben jelen pillanatban egy súlyom növényt láttunk, amit mi is most nemrégen szedtünk ki a vízből. Látszódnak a levelei, illetve a levél alatt egy elvastagodott szárrész, ez levegőt tartalmaz. Gyakorlatilag ezzel tudja elérni a növény, hogy maga a levélzet az úszik a víz felszínén, tehát fönnmarad a víz tetején, a levélzet az sütkérezik a napsütésben, és érleli az alácsüngő termést. Mi, mikor megyünk úgymond szüretelni, akkor fölemeljük a vízből magát ezt a levélzetet, és lecsippantjuk a termést erről a levélzetről, ezt összegyűjtjük, és gyakorlatilag most ezek mellett, a termések mellett állunk két előkészítés előtt, és így gyűjtjük be. Tehát maga a növény egy vízi növény, lenne az iszapban van a gyökérzete, a levélzete úszik a víz felületén, illetve ott hozza a termését is. A virágzata az nagyon-nagyon egyszerű. Tehát egy kis fehér apró virágja van, nem feltűnő, önbepolzó, tehát gyakorlatilag nincs szüksége arra, hogy bármiféle bogarak, rovarok elvégezzék ezt a feladatot. Tehát nem kell, hogy díszes, nagy virágzata legyen. Miután összegyűjtötték, azután milyen fázisok, milyen lépések következnek? Mikor begyűjtöttük, akkor nagyon gyorsan, hát most úgy fogalmazok, hogy élettelenné kell tenni. Tehát tisztítjuk, mossuk nagyon sok léből, hiszen a tóban lévő algák, egyebek is rátapadnak a növényre, illetve a termésre. Ezt követően
két lehetőségünk van, vagyis hát egy lehetőség ez a hőmérséklettel való technológia. Az egyik az, amikor megfőzzük, a másik pedig, amikor lehűtjük. Tehát az nagyon fontos, hogy a növény ne élhessen tovább, mivel rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogyha leszedtük, de vízbe maradt hosszú időn keresztül, akkor önbeérővé válik, vagyis a termése befásodik, gyakorlatilag utána már nem tudnánk feldolgozni. Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy még lágy héjazattal tudjuk eltenni azokra az időszakokra, amikor már mi feldolgozzuk azzá, ahogy majd a csokoládé vagy a bombonokba belekerül. Ehhez kell elkészíteni azt az eszenciát, amivel a töltelékanyag készül. A bombon készítésnek megvannak a maga szabályai és technológiai alapjai. Fontos, hogy a csoki jól temperált legyen. Pasztillaként érkezik hozzájuk. 41 fokra állított temperáló berendezéssel másnap reggel már elkezdhetnek dolgozni az olvasztott csokival. Én itt riporterőt már készítettem egy próbaöntést. Gyakorlatilag így néz ki akkora öntőforma, amikor kiöntöttük és hűtőben már megdermesztettük a benne lévő csokoládét. Ez gyakorlatilag egy szkulptúr, egy test, amiben majd a töltelékanyag kerül. De most megcsináljuk itt a kamera előtt is. Ez itt egy üres forma, mint látjuk, ez teljesen tisztában, most még nem volt csokoládé. Na nézzük meg, hogy hogy is megy. Először is ugye elkeverjük, és utána egy kanál segítségével belekanalazzuk a kis formákba a folyékony és temperált csokoládénkat. Így. Az jót tesz, ha az öntőforma picit hidegebb, mint maga a csokoládé, tehát 30 fok alatt inkább 20 fok, hiszen akkor kellő mennyiségű csokoládé fog az oldalára, illetve az aljára ragadni. És ugye most történik az, amikor hát a föld vonzásának köszönhetően gyakorlatilag az a csokoládé mennyiség, amit nem szeretnénk, hogy benne maradjon, az szépen visszakerül magába a melegítőbe. Így, és hogy sima felületet kapjunk, ehhez egy nagyon egyszerű eszköz használunk, egy spaklit, és szépen lehúzzuk, így, innét is, még egy mozdulat az oldaláról is, hogy ne kenjünk össze majd a hűtőben semmit a csokoládéval, ráadásul ez a csokoládé tovább hasznosul természetesen, és gyakorlatilag elkészítettük a bombonoknak a testét, a külső burkolatát. Mennyi idő alatt dermed meg? Körülbelül ilyenkor ilyen 20 perc, fél óra, amit hűtőbe tároljuk, vagy tartjuk, és ezt követően kerül a töltelék beletöltésére. Ugye ezt most berakjuk a hűtőbe, amit már előtte megtöltöttünk, azt pedig, vagy kiöntöttünk, azt pedig megtöltjük a töltelékkel, jó? Megy a hűtőbe, és a már felolvasztott sulyomkrémmel, és akkor visszatértünk oda, ahol az előbb abba hagytuk, hogy sulyomkrémmel megtöltjük a bombonokat. A sulyomkrém 2 kg csoki pasztillából és 2 liter sulyomszörppel készül. Így lesz megfelelő sűrűségű, krémszerű állapotban. Ebbe benne van a sulyomnak az úgynevezett fás, kicsit földes íze, és benne van a csokoládénak a kellemes, aromás, kakaó íze is. A kettő együtt olyan ízkombináció, ami már nagyon sok embert elvarázsolt, minket is. Egy jó lesz ez? Jó, tökéletes. Ez így történik. Arra igazából ügyeljünk, hogy körülbelül ilyen 2/3 vagy egy picikét több legyen a töltelék rész, hiszen ezt még egyszer visszahozzuk ide az öntőhöz, vagy az öntéshez, hiszen le kell zárni majd a bombonokat. Ezt úgy hívjuk, hogy talpalás, vagy talpazás,
és gyakorlatilag magának az öntésnek ez a befejező művelete. Miután a forma a hűtőbe került, percek alatt megdermedés következhet az úgynevezett talpazás. A tölteléket bezárjuk csokoládéval a bombonnak a testébe. Ez egy nagyon fontos folyamat, hiszen 100%-os fedést kell biztosítani ahhoz, hogy levegő ne maradhasson benne, hiszen ha levegő érné, az egy életfeltétele a különböző baktériumoknak, illetve kártékony anyagoknak, és nagyon hamar megromolhatna a bombonunk. Ahhoz, hogy szép, sima felületet kapjunk, ezért gyakorlatilag ugyanúgy használjuk magátos paplit, mint korábban. Lehúztuk szépen, fölösleges csokoládétól megtisztítottuk, enyhén megkocogtatjuk, hogy a levegő kijöjjön belőle, és gyakorlatilag kész van a bombonunk fagyasztásra, vagyis hűtésre. Kész állapotban van, most be kell tenni a hűtőbe, és kb. 5-6 óra hozta kell ahhoz, hogy az a bizonyos sziládulási folyamat befejeződjék, és utána ki tudjuk pattintani nagyon egyszerűen a kész bombon szemeket a formából. Rengeteg munkának tűnik a külső személynek. Szabó István számára azonban a bombonkészítés több ennél. Én azt hiszem, hogy ez jelen pillanatban nekem nem munka. Ez inkább egy szenvedély. Természetesen, ha nem érné meg vele foglalkozni, akkor biztos, hogy nem csinálnám. Tehát igen, termel, nagyon sokat vásárolnak belőle a fogyasztók, illetve a Tisztatóhoz érkező turisták. Tehát megéri anyagilag is, de leginkább a szenvedélynek a kiélése, a megélése a legfontosabb számomra. Gyakorlatilag a Tisztató körül valamennyi településen van már viszont eladónk, tehát Tiszafüreden, Poroszlón, Ökocentrumban sokan járnak, akár még Hajdúszoboszlóról is sokan kirándulnak erre a vidékre, tehát ott is meg lehet vásárolni, de Sarudan, Kiskörén és természetesen Avátszalókon és a gyártás színhelyén Avátszalókon a Vitorlás vendégházban. Így készül tehát az egy csepp Tiszató súlyomkrémmel töltött bombom.